November 30-án csütörtökön tartotta soron következő ülését Orosháza képviselőtestülete. Az ülésen 17 napirendi pontot tárgyaltak meg. A napirendi pontok közt szerepelt többek között a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatói kinevezése, az új helyi adók bevezetése és az önkormányzati ingatlanok értékesítése. A testületi ülés után 16 órától közmeghallgatást tartottak. Az első napi rendi pont az Orosházi Munkástestezőkör utánpótlás labdarúgó egyesület támogatásáról szólt. Az egyesület a 2017-2018 évi TAO pályázatban jutott 106,9 millió forint támogatáshoz stadion és eszközpark fejlesztésére. A teljes beruházás összegének 30%-át 45,8 millió forintot önerőként Orosháza város 2019-es költségvetésének terhére biztosít. Dr. Szabó Ervin, jobbikos képviselő, aggodalmát fejezte ki a városban működő sportágak és egyesületek közötti aránytalan támogatási rendszerről. Bojtor István alpolgármester rámutatott, hogy mindenkit egyenlő mértékben támogatnak, a napirendi pontot 11 igennel és 2 nemmel elfogadták. A második napirendben a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatói kinevezéséről döntöttek. Az előterjesztés értelmében Lajti Tímea ügyvezetői megbízatását 2022. december 31. napjáig, míg a könyvvizsgáló szerződését 2019. május 31-ig hosszabbítanák meg. Az előterjesztés megtárgyalása nem volt feszültségektől mentes. Dávid Zoltán polgármester és Fejes Róbertné alpolgármester kiemelték, hogy a jelenlegi ügyvezető Lajti Tímea munkájának köszönhetően növekedett a programok színvonala és látogatottsága. Az előterjesztést 8 képviselő támogatta, 5-en viszont ellene szavaztak. A helyi adók módosításáról is szavaztak, a rendeletben foglaltak szerint az építmények és a reklámhordozók adóterheit módosítanák, ennek értelmében az üzleti tevékenységet folytató ingatlan tulajdonosoknak adóbevallást kell benyújtaniuk, viszont az adómértéken 0 forint marad, míg a reklámhordozó tulajdonosainak 2 négyzetméter felett 12 000 forintot kell fizetni négyzetméterenként, míg 2 négyzetméter alatt 0 forintban határoznák meg az adómértékét, amelyet évente kell befizetni. A javaslatot dr. Szabó Ervin bírálta, mivel szerinte az újabb adókat jelent az orosháziaknak. Fejes Róbertné alpolgármester és dr. Horvátné dr. Barta Edit jegyző elmondták, az új adók a reklámhordozók mindenkori tulajdonosát sújtják. A képviselőtestület döntött két Orosháza város önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló ingatlan árverés útján történő értékesítéséről. Dr. Szabó Ervin indítványozta az előterjesztések levételét a napirendről, ugyanis véleménye szerint az előterjesztők helytelenül döntöttek az ingatlanok értékesítéséről, mivel azokat bérlakássá lehetne alakítani. Füvesi Sándor és Fecser János felszólalásában egyetértett a jobbikos képviselővel, szerintük is a rászorulókon kellene segíteni. Benkő Ferenc, az Orosházi Város Üzemeltetési és Szolgáltató ZRT vezérigazgatója kifejtette, hogy az ingatlanok állapota nem alkalmas a lakhatásra, míg Lövei Ferenc, fideszes képviselő elmondta, hogy az önkormányzati bérlakások állománya kielégíti a felmerülő igényeket. Az előterjesztést 8 igen és 3 nem arányban elfogadta a testület. A képviselők megtárgyalták az Eugen Hungary Kft. És a Biogazprom Kft. Területvásárlási igényét. A két cég közösen az Orosházi Ipari Parkban 2 hektár Orosháza város önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő telket kívánnak megvásárolni napelem tartószerkezet gyártócsarnok és napelemes kiserőmű építésére. Dr. Szabó Ervin azt javasolta, hogy az értékesített ingatlanok összegét egy közös önkormányzati alapba fektessék be. Bojtor István alpolgármester válaszában kitért arra, hogy a pénzeket képviselőtestületi döntés alapján használják fel. A nyílt ülés befejeztével a zárt ülés következett, ahol az önkormányzati bérlakások bérbeadásáról döntött a képviselőtestület. Az elsőként felszólaló Rajki Emma az utak állapotára panaszkodott a város több pontján. A nő haragszik a város vezetésre, ugyanis szociálisan rászorulóként sem biztosítanak neki se lakhatást, se munkalehetőségeket, sőt a hivatalban rendszeresen elutasították szociális kérelmeit. A bérlakások problémájára is felhívta a figyelmet, sok emberrel probléma van, illetve vannak olyan személyek, akiket igazságtalanul kilakoltatnak. Soha nem volt előtte velünk baj, ők már nem most mentek oda lakni,
és ez egy ártatlan állapot, hogy vérfolyt állandóan a mentő ment, a rendőrség ment. A polgármester válaszában kifejtette, igyekeznek javítani az utak állapotát. Minden évben van járt a program, minden évben készítünk utakat, áthúzunk, nyilván a pénzünk erejéig. Az, hogy hol kerül kiavításra, vagy hol kerül bűnt, vagy új járda megépítésre, ezt a műszaki osztály felmérés alapján és a lakossági fórumon megjelent személyeknek a számával és próbáljuk eldönteni. A szentetornyai Rúcz Józsefné azt tapasztalta, hogy a település részen a mezőgazdasági járművek tönkre teszik az utakat. Kitéve 3,5 tonnás traktor nem hajthat be, a traktorok, a kombány, amikor hordják a gabonát, a trágyát, mindent ott közlekednek a mi utcánkon, és hát az teljesen tönkre van menve, annyira kátyús, hogy már járni alig lehet. A szintén Szentetornyáról érkezett Görögné Judit is panaszkodott az áthaladó mezőgazdasági járművek miatt. Azonban a legnagyobb problémának az utcájukban keletkezett illegális szemétlerakót találta. A nő szerint az egész környék bűzlik az odahordott mindenféle szemét miatt, ami mélységesen megkeseríti az ott élők mindennapjait. Szanaszét vannak a konténer mellé, a több tonnányi, nem más, a több tonnányi szemét lerakva, szanaszét vontossák a zsákokat, a szél behordja az utcába a szemetet, tehát tulajdonképpen egyszerűen személytelenné vált az utca. A szentetornyai asszony a buszmenetrend átalakítását kérte a városvezetőktől. Az, hogy a hétvégi menetrendet nem kell ilyen menetrend. Fejes Róbertné alpolgármester egy korábbi válaszában jelezte, hogy már egyeztettek a Délalföldi Közlekedési Központtal a menetrendek optimalizálása érdekében. Felvettük a DAK-kal a kapcsolatot, elmondtuk neki, hogy, és bocsánat a kifejezésre, hogy igen, hogy ezen néha csak úgy lehet elmenni, hogy felrakjuk a földre, és kértük, hogy ami úgymond még az én fiatal koromban is voltak ezek az olyan buszmenetrendek, amit nem lehet menni, akkor legyenek szívesek ezen változtatni és érthetőbb kiírásokat alkalmazni, úgyhogy mind ezt folyamatban van. Illetve folytatóval egyeztettük már a busz közlekedést is, és ugye most egy évre hosszabbítottuk a DAK-nak a szerződését, de jövő évben újra szeretnénk egy közös szerzést kiírni, és akkor is már több figyelmet szeretnénk keresztelni, és módosítani szeretnénk a busz közlekedést. A közmeghallgatáson többen is kérték a testületi ülések élő közvetítésének visszaállítását. Kérjük, amit mindenki kért, hogy állítsák vissza a tévé közvetítéseket. Utolsó felszólalóként Hajdú Boglár a Luther utca felújításáról érteklődött. Hát az a kérdésem, hogy a Luther utcát azt lehetne úgy felújítani, hogy az ne egy sima aszfalt burkolatot kapjon, hanem mint egy mindenki jelleggel megőrizzük ezt a magadánköves utat. Mint Bojtor István alpolgármester elmondta, az út renoválását így tervezik. A közmeghallgatás az esti órákig nyúlt el.